Híregyháza egyik legszennyezettebb pontján a Szénatéren működik a város egyetlen szállópor koncentráció mérőállomása. Ez az egyik ok annak, hogy gyakran kerülünk be a levegő szennyezettségéről szóló hírekbe. Az autók és a gyárak mellett a lakosság égetés adja a káros anyagok kibocsátásának jelentős hányadát, mintegy 70 át Sokan ugyanis még mindig petpalackokat, kezeletlen fát, hulladékot vagy textil dobnak a tűzre. Ezek elégetése ugyanakkor jelentős veszélyt jelent az egészségre. Azért, hogy javuljon Nyíregyháza levegőének minősége, két határon túli várossal fogott össze a Szabolcsi negyed székhely. Ennek az lenne a célja, hogy a három közel hasonló adottságú város, Nyíregyháza, Szatmár Németi Ungvár, egy levegő minőség fejlesztés, levegő minőség javítás, saját érdekében egy programot készítsünk el az nyíregyház esetében kiegészülne egy második mérőműszer automata mérőállomás létesítésével, amely a PM10 szállópor koncentrációját mérni. Viszont, e, tehát ez csak egy, egy ö, olyan megoldás lenne, amivel a híradások elejéről le tudnánk kerülni, de itt tényleges megoldásokat szeretne mind a város, mind a hatóság. Ennek érdekében különféle műszerekkel feltérképeznék a város egyes területein a levegő minőséget, ahol pedig az az átlagosnál rosszabb beavatkoznának. Erre több lehetőség is van. Egy önkormányzat bizonyos területeken belül megtilthatja egyes tüzelőberendezéseknek a használatát, új építésnél mondjuk akár a belváros, ha belváros nézzük, akkor a távhőről lekötés nem engedélyezi, iskolák, közintézmények körzetében a vegyes tüzelés használatát szigorítja. Az új építésű ingatlanoknál közben olyan szerződés köthet az önkormányzat a vegyes tüzelésre vonatkozóan, amely értelmében a határérték túllépése esetén beavatkozhat a hatóság, akár a tüzelő berendezés cseréjére is kötelezheti a lakosokat. A 2023 végéig megvalósuló határon átnyúló program része egyébként levegő kommandó működtetése és egy levegőminőségi iroda felállítása. De mellett a szemlélet formálása, tudatosság növelésére is nagy hangsúlyt fektetnek, ennek érdekében rajzpályázatokon, faültetésen és előadásokon keresztül szólítanák meg a fiatalokat.